Sziasztok, Benkő Zsolt vagyok a Vodafone Shared Services Budapesttől. És azt hiszem, hogy ez, hogy Unified, meg Communication, meg Felhő, ez sok olyat nem mondok, nem? Tehát, hogy ez így főleg a napokban a felhő része az nagyon működött. Roppant technikai, tele van kóddal, de nem lassz. Last time I sat at the same desk for more than a week at a time, it just doesn't happen anymore. This is my office now. It's the center of my world for this moment in time. It doesn't matter where I am, I can do business in cafes, airports, factories, at home. I could be anywhere, no problem. I'm always aware of what's going on. I'm sitting here, thousands of miles from most of my colleagues, but I'm connected to all of them. One is in Sydney, I know that, and another's in London. They know how to get hold of me, and I know how to get hold of them. They also know what my availability is instantly. It's like we're all in the same room, only the room is global. And nem tudom, mennyire jött le, hogy miről beszél a kis filmnek a főszereplője. Gyakorlatilag ő felhőt használ, és Unified Communication-t. Mennyire van meg, hogy ez a Unified Communication, ez így mégis mi lehet? Nem nagyon? Igazából itt ugye nagyjából arról van szó, hogy minden, ami ebben benne van ezekben a kis piktogramokban, gyakorlatilag egyetlen egy szolgáltatás keretén belül lehet elérni e-mailt, videó, audio, konferencia szolgáltatásokat, és ez csak az egyik része a dolognak, hogy mennyi mindenfélét lehet elérni, ezek nyilván kapcsolódnak szervesen egymáshoz. De gyakorlatilag ennek pont az a lényege, hogy bárhonnan, ezért Unify, hiszen teljesen mindegy, hogy ez egy smartphone, vagy egy IP-phone, tehát egy rendes asztali IP-telefon, avagy pedig valamilyen softphone, tehát bármilyen eszközről, bármilyen fajta kommunikációt gyakorlatilag így egybe meg lehet ezzel valósítani. Na most, ez... De hogy néz ez ki? Tehát hogy, honnan jön ez? Hol van ez igazából? Mi is ez, hogy ez a felhőben van? Ez a Unified Communication, ez egy ilyen platform, ami igazából egy Cisco alapú platform, úgy hívják, hogy HCS, vagyis Hosted Collaboration Platform. Ebben igazából az érdekes, hogy ez sehol nincs, de egy helyen van, és igazából mindenhol ott van. Mindjárt elmondom, hogy ez egész pontosan mit jelent, vagy mit értek ez alatt. Tegyük föl, hogy itt most valamennyiötöknek már van ilyenje, ilyen Unified Communication szolgáltatása, és valaki még szeretne ilyet. Hát ezt ugye nem tudjuk levenni a polcról, viszont nagyon egyszerűen lehet ezt megoldani. Látszik itt egy ilyen, hogy Cisco HCS ebben a Hosting Centerben, ez egy data center gyakorlatilag, ahol virtualizálva van, és igazából meglevő modell alapján kb. Ennyi csinálni egy Unified Communication rendszert valakinek, meg még egyet. Most ebbe az egyik nagyon jó dolog, hogy ez ismételhető. Tehát mindenki ugyanazt kapja, mindenkinek ugyanúgy működik. A másik nagyon jó dolog ebben, hogy nyilván ebben van egy nagyon nagy fokú redundancia. Tehát ez az egész infrastruktúra duplikálva van, több helyen duplikálva van. Azt mondhatnám, hogy ennek körülbelül ez a lényege, egész pontosan ez a rész. Ez a rész az, amelyik össze tudja kötni a videóhívást, a hanghívást, a konferenciát. Itt van egy olyan része is, ez a Instant Messaging, meg Presence, ami gondolom mindenki használ már Facebook chatet, vagy legalább valami hasonlót. Gyakorlatilag ugyanerről van szó, hogy lehet látni, hogy az adott ember, akivel kommunikálni szeretnék, hol van, mit csinál, ráére, elfoglalta, és számtalan módon tudom, számtalanféleképpen bármilyen eszközről elérni őt és fölhívni. És amit mondtam, ez ugye duplikálva van és redundanciával van megoldva, és hát ugye valahogy a külvilág felé is biztosítani kell azt, hogy legyen kapcsolat. Nyilván ugye mobil hálózatokkal, hagyományos telefonhálózatokkal, internettel, mindenfélével össze van ez kötve. Úgyhogy igazából
ezt jelenti így nagyon-nagyon dióhéjban ez a Unified Communication. Igazából azt tudom mondani, hogy mindenkinek, akinek van mobiltelefonja, valamilyen másfajta telefonja, használt már chatet, nehogy Isten, valamilyen videokonferenciát vagy videócsetet, az már használt Unified Communication, csak legfeljebb nem volt annyira Unified ez az élmény. Ez az, ami itt egybe van gyúrva, és ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, ez most itt talán annyira nem derül ki, de mindez egyszerre működik és együtt. Körülbelül szerintem ennyi fért ebbe bele, és ha van kérdésetek, akkor állok elébe. Parancsolj! Első pillanatok után felhelyettesítettem a Unified Communication az internet szóval, és innentől úgy éreztem magam, mint a 20 év ezelőttem. Mi van másnak, mint az internet? Akkor lehet csak elmi videót nézni, meg ilyesmi, ez tényleg. Nagyon-nagyon jó a kérdés. Abban más, igazából biztos hallottatok arra a fogalomról, hogy internet as a service, internet mint szolgáltatás, vagy valami as a service. Igazából ezt úgy tudnám megfogalmazni neked, hogy service as a service, tehát szolgáltatás mint szolgáltatás. Bocsánat? Most már értem. De hogy konkrétabban megfogalmazzam, tehát rendben van, hogy nekem van valamilyen, tehát használok Facebook chatet, Gmailt, valamilyen mobiltelefon szolgáltatást és a többi, de ezek nem egységesek, nem egy helyen vannak, nincsenek annyira összekötve, hogy ezek együtt tudjanak működni. Nekem maximum két képernyő van. Bocsánat? Maximum két képernyő van, nekem egyébként nincsenek egy képernyő. De ez jelenti a különbséget nagyon sokszor. Igen? Nézd meg vissza az előző szerepel, és nézd mutatnak, hogy az ügyfél, az én, hol szerepelek ebben a tárgyában. Erre gondolsz? Én hol? Itt. Jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy például Linuxot tudod használni ezek a szolgáltatásokat, vagy ez magát a kommunikációs rendszer? Hát az igazság, hogy csak Windows 95-ön futnak ezek. Természetesen igen, tehát lehet használni ezeket cross-platformok, ezek a rendszerek. Másodfogalmazom, mert nyílt a formátum, amit kommunikálnak a kliensek? Tehát arra gondolsz, hogy egy valamilyen third-party kliens, ami open source alapú, azzal működik-e? Nem kell open source kliens, hogy a formátum, amivel a kommunikálnak, az nyílt-e? Azt tudom neked mondani, hogy igenis, meg nem is, hiszen nyilvánvalóan ennek a nagy része a SIP protokoll, ha már Voice over IP-nál tartunk. Nyilván használ XML-t, nyilván használ HTML-t, meg egy csomó minden mást. Itt ez egy kicsit más tészta a mobil és a PSTN-nél. Tehát a nyelv, amit beszél, az egy standard dolog. Az, hogy mennyire lehet ebbe így harmadik fél által gyártott dolgokat beleilleszteni, az már nem ennyire sima ügy. Nem, azért nem. Jó, hogyha veszek egy olyan dobozt, ahhoz viszont meg már egy hatalmi. Már melyik dobozt a sok között? Ami nektek van a dobozt. Erre gondolsz? Aha. Hát ha egy ilyen dobozt veszel, akkor ugye azzal lesz a probléma, hogy a Cisco, aki csinálta ezt, ő mit enged meg. Aha. Na most ezen kívül, hogy a kék doboz gazdája mit enged meg, ott van az is, hogy az egész pirosnak a gazdája is mi mit engedünk, és ez nem azért van, mert mi nem szeretnénk, hogyha jó lenne nektek, pont az ellenkezője, viszont egy ekkora rendszernél, amit ennyien használnak, és próbáljuk megoldani azt, hogy unified legyen ez a rendszer, hogy sajnos bizonyos korlátokat pont azért kell alkalmazni, hogy legyen információbiztonság, és legyen egy egységes élmény, amit kvázi be tudunk tartani, hogyha azt megígérjük, hogy az lesz az élmény, amit kap a végfelhasználó. Ami még fontos, hogy ugye közepes és nagy vállalati környezetben működik. Alapvetően ez a célközönség ennek a megoldása. Még egy kérdés, hogyha kérdezzük föl valaki azt, hogy mint az eddigi szolgáltatásokat, eddig használt kémet, akár is átel erre a rendszerre. Első probléma, hogyan migrálja az eddigi adatokat a régi rendszerekből? Ez egy nagy vállalatnál azért a Gmail használata az... Most mondtam egy példát. De nem kötekszem, ne is félre, csak hogy nyilván egy nagy vállalatnál
ha átállnak egy valamilyen rendszerről, akkor annak a rendszernek minden egyes komponensét migrálni kell. Tehát, hogy ez nem opcionális, hanem kell, mert hiszen nem lehet azt mondani, hogy ami eddig volt, azt felejtsétek el, és mostantól kezdve valami új jön. Tehát nyilvánvalóan, mondjuk az e-mail a legkisebb probléma, de ha nekem eddig voltak más telefonszámaim, más elérhetőségeim, akkor ezeknek meg kell oldani a migrálását, fájdalommentesen, mert akkor tud csak jól működni. Igen, el akartam rákérdezni, van ilyen megoldásod? Van. Ez egy, hát én mondom, egy külön szakma itt nálunk, hogy oldják meg ezt a migrálást. Lehetőleg fájdalommentesen. Nyilván ennek vannak korlátai, régiótól függően mindenféle hatósági dolgok, hogy például a telefonszámot hogy tudsz merre elvinni, milyen feltételekkel, de általában ez nem probléma.